A magyarcsernyei helyi közösségben jelenleg 9 önkéntes segít a 65 éven felüli polgároknak bevásárolni, a gyógyszereiket beszerezni, és minden másban, amit a rendkívüli állapot bevezetése miatt nem tudnak megtenni. Nem használnak ki bennünket, nem hogy olyan értelemben, hogy nem kérnek fölösleges dolgokat, csak éppen ami szükséges. Ha jó, most vannak, hogy mondjam, kis sírkék is, vagy ez az, akkor is keverékök is. Tehát mindennapi dolgot, amit ők általában ők szoktak vásárolni, de hát most nem bírik. Nem bírik ezt megtenni az végét, ez a helyzet végét, ami van minden. Az üzletek alkalmazkodtak a rendkívüli állapothoz, de az élelmiszerüzletek és a mezőgazdasági boltok nyitva vannak. Az önkénteseink dolgoznak, az időseket ellátjuk gyógyszerrel és élelemmel. Ami a védőfelszerelést illeti, elsősorban gondolok a maszkokra és az egyszer használtuk eszükre, ugye azt, amennyit kaptunk a helyi közösségben, annyunk van, a többit pedig minden polgár be tudja szerezni a gyógyszertárban. Olga több mint 600 szájmaszkot adományozott már a magyarcsernyei községnek, az Alexandrovói egészségháznak, valamint a helyi üzleteknek és szociális intézményeknek. Ne treba samo meni, treba i drugima. Amikor elkaptam a mintát a maszkokra, először a családomnak vartam meg őket, majd arra jutottam, hogy nem csak nekünk van rájuk szükségünk. Tagja vagyok a Nevelőszülők Egyesületének, az ottani kolléganőim segítettek beszerezni az anyagot, nem fogadok el pénzt a maszkokért, szívből csinálom őket. Olga a szájmaszkokat pamutból varja, többször is használhatók, vasalással pedig fertőtleníteni is lehet őket.